Ez a prototípusa annak a gázzal, rotációs elven működő motornak, ami a feltaláló korábbi találmányához egy léghajóhoz készült. Nagy imre elmondta, egy olyan erőforrásra volt szüksége, ami lényegesen könnyebb és hatékonyabb a forgalommal lévő bármely motornál, mivel ilyet nem talált, megtervezte és saját kezüleg elkészítette azt a rotormotort, ami azóta már világszabadalmi védettség alá került. A nemzetközi szabadalmat, amit svájcba adtam be azt, uh a múlt hónapban publikálták, tehát most már le van védve, azért tudok nyilvánosságra menni vele. A feltaláló maga tervezte a motor minden alkatrészét, és ő is öntötte ki a motortalkotó alig több, mint tíz alkatrészt alumíniumból. A tervei szerint találmánya kiváltja majd az összes hagyományos elven működő motort. Gyakorlatilag ez nem fog többet fogyasztani, mint 10%-át egy robbanó motor, egy ottó motorhoz viszonyítva. És az a 10% is minden káros anyag nélkül ége. Tehát ez a benne az óriási, iszonyú nagy a nyomatéka, nem szennyezi a levegőt, kicsi a fogyasztása, tehát ennél többet kívánni sem lehet. Nagy Imre elmondta, várakozásai szerint az autógyártók felfigyelnek majd a találmányára, ami hatékonyabb, olcsóbb és környezetkímélőbb megoldás biztosít majd, mint a hagyományos robbanó motorok.